Nézzétek meg csak, hogy mekkora golyom van. Miskolcon vagyunk, a Szimvapatak partján van itt egy első osztályú hely, első osztályú névvel, figyelj, hely nekem. Parádés. Többször voltunk már itt, most úgy hozta az élet, hogy kettőnapos fesztiválra jöttünk, kettőnapos tehetségkutatóra, pénteken és szombaton vagyunk itt, 2x8 zenekart nézzünk meg, elvileg nem tudjuk egyébként, hogy holnap eljön-e mindenki, most úgy tűnik, hogy a pénteki nap az tiszta. Ma este egyébként a Bohemian Betyársz játszik, majd miután lemegy a 8. koncert, aki idén egyébként beszállt először ebbe a tehetségkutatóba, tehát ez most nem csak egy helyfoglaló tehetségkutató, hanem a hely nekem és a Bohemian Betyársz közös kétnapos tehetségkutatója. Ha minden igaz, holnap is 8 zenekart nézzünk meg, ha eljönnek, ma úgy tűnik, hogy igen, úgy hallom, hogy benne már szól a metál. Hú, akkor azt hiszem, hogy nekem rohannom kell, bocsánat. Május 14-e van ez itt a második nap, 5 zenekart nézzük meg, ma egyébként ha már a május 14-ről beszélünk, tegnap péntek 13-a volt, és nem volt szerencsétlen nap, sőt, szerencsés. Bár döntsétek el ti, hogy a szerencsés vagy szerencsétlen, innen, illetve a terasz másik részéről, oda bele a Szimvapatakba, beleesett az egyik versenyzőnk, és semmi baja nem lett. Én szerintem ez óriási nagy szerencse. A történet természetesen itt már körbe is ment, tehát mindjárt elkezdjük a tehetségkutatót, de már mindenki tud róla. Ahogy mondtam, ma 5 zenekart nézünk meg, tegnap igen, úgy konferáltam, hogy 8 lesz. Képzeljétek el, hogy tegnapról mára 3 zenekar, ki tudja, hogy mi lett velük. Na, induljunk neki! Kétnapos tehetségkutatókat akarunk, ilyen hatalmas tacepaókat fogunk írni, és ezeket fogjuk kitenni. Nagyon jó, nagyon élvezzük azt, hogy itt tudunk aludni, hogy bandázni tudunk, hogy megismerkedünk a zenekarokkal, hogy elmondhatjuk a véleményünket, hogy ők is elmondják nekünk, egész egyszerűen az van, hogy épül a kis közösség. Megnyírják a füvet. Én nagyon élveztem, ugye 8 plusz 5 zenekart, 13 zenekart néztünk meg összesen, egészen különböző zenei stílusokban. Természetesen megint a rock, vagy illetve ez a kicsit metálos dolog volt túlsúlyban, de volt funkink, volt rappünk, volt popzenénk, volt akusztikusunk, úgyhogy nagyon színes és nagyon színvonalas zenei palettát láthatunk. Találkozunk Szolnokon, nem élem, hogy jöttök ti is, meg aztán Balassagyarmatra, meg ugye a mókuskerék forog tovább.